Hogyha szeretnéd ezt ajánlni, én neked adom teljesen szívemből. Köszönöm, hogy megmondom, hogy megnyúlom, mert most annyiszor reklámozod, hogy már vigyel. Na, akkor majd még írok be bele neked valamit, jó? Srácok, megtennétek nekünk azt, hogy együtt megmutatok egy jó kis trükköt? Na, hát hogy a viharban ezt készültünk, mint mindig. És egy táskát. Egy jó pofa dolgot, ezt nem tudom, mennyire ismeritek, hogy emelnek a magas lapért, és akkor azt kezdi az osztás, akinek nagyobb lapja van. Én játszunk egy ilyet, ez az ötlapos pókernél volt divat, mostanában nem, csak Lala, kérlek, emeld el valahogy így, ahogy én csináltam, de úgy, hogy a többiek is fognak emelni, tehát, hogy ne legyen sok, az úgy jó neked, elég? Jó, téged is megkérlek, Lala, hogy emeljél sokat, rendben, és a Regina, oda megyek közel hozzád, emeld el valahol, tökéletes, és még ugye én is játszok, csak én nem szeretném, hogy azt higgyétek, hogy csalok, ezért a Leo emel helyettem. Én nem elég. Teljesen megszeppent fel. Jó, tedd magad elé. Ezt? Így van. És most jön egy lényeg. Ide rakom, jó? Mindenki megfogja a legfelső lapot, és háromra megfordítjuk. Egy, kettő, három. Aj, döntetlen. Csak elszól a fakiba. Ez nem érvényes. Ez nem érvényes. Ez nem érvényes. Nyalhat. Nyalhat. Ide vissza a kártyákat. Nyalhat, nem nyalhat. Regi. Hogy kell? Tehát túlzásba esel. Nyalhat, azt mondtam, nem nyalat. Na szóval. Elkerettem őket? De ez most... Ez most tetszett, nem értem. Gondolom. Ez most jó. Olyan jól csináltátok, hogy nincs is szükség bűvésztel. Na mi voltunk, tehát, jó? Azért igen. Ja, hát így lehet. Szerencsém volt. Ja, értem. Na, vannak egyébként általában szerencsém van. Nem csalsz. Most már nem tudom. Ha két darab ászott van nálad, nekem nem mondjad, hogy az véletlen volt. De még csinálunk egy jó pofa dolgot, hogy ugye Leo a hölgyekkel mindig úgy van, hogy fogjuk is, előszedjük a négy dámát a pakliból. A gyors mozdulattal. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Ezt a Soma fog most trükközni. Meg a négy ászat. Ilyen még négy dámával egyszerűen. Itt van egy. Egy? Hát nem is dámával. Gyorsan kiválogatjuk. Na, akkor én mutatok egy olyan dolgot. Most a Soma jön. Sokszor szokták kérdezni, hogy a bűvészek mennyire tudják kontrollálni a lapokat egy pókerben. Hogyha már itt a Pali előszedett nekem négy ászt, meg négy... hát négy ászti, meg ő négy dámát. Mutatok ebben egy ilyen alapvető könnyű dolgot. Tehát a, ugye treffász, káruász, pikkász és a kőrász, a négy ász, és akkor van még négy dámánk, jó? Kettő, vagy ez pik, ebből kör is treff, jó? Meg itt a káru. Most az ászokat letesszük az asztalra, dámák meg maradnak a kezembe, jó? Tehát lehet követni. Egy, kettő, három és négy darab dáma. Most figyelj, itt jön az érdekes rész, a dámákat kell figyelni. Jól figyeljetek, megfogjuk. Egy, kettő, három és négy dáma. És ez picit egyszerűbben. Yes! Tapsühar, nagyon jó, beütött. Digitális tapsühar. Ha már ti nem tapsoltok, na jó, hát nem baj. Nem sértődök meg, Leo, ne aggódj. De mutatom egyszerűbben jó a dolgot még egyszer. Figyeld, négy ász és négy darab dáma, jó? Nagyon egyszerű legyen követni. Az ászokat és a dámákat szépen így összekeverjük. Egy, kettő... három és négy, jó? Most figyeljetek, itt jön az érdekes része, megfújjuk, és összetoljuk így a lapokat. Ennyit kell csak csinálni, ráfújsz, nem köpsz, fújsz. Miért csak? Egy, kettő, három, négy dáma, és a négy ász már is teljesen külön. Na, lehet mind gondolkozni. Magic, jól köptem. Okay. It's magic. Oké, akkor pókerezünk, srácok, vagy... It's magic. Hát figyeljetek ide, én veletek nem játszom, de a Regit beküldöm helyettem a saját pénzével. Nyugodtan a hova küldöd be? Hát a partiba. Partiba beküldöm. A Regit beküldöm a partiba. És a pénzével. Mi elmenjünk reklámozni. Utána meg már tényleg annyit ígérgettem ezt a doktor Leót, hogy tényleg nem sokára azzal is jövünk. És megpróbáljuk addig a srácokat lehúzni. Regi lehúzni. Regi lehúzni.